azt gondolom, hogy kereskedelmi rádió, kereskedelmi tévék szerkesztői szerintem egy téves szempontrendszer szerint döntenek. Noha igaz az, hogy nekik profitot kell termelni, és bizonyára megvan a saját tapasztalatuk arról, hogy milyen tempójú, miről szóló dalok mehetnek le kereskedelmi rádióban, amelyekben milyen szavak nem szerepelhetnek. Ugyanakkor ezeknek most már az internetes nézettség világa rendszeresen ellentmond. Miért is nem mehetett le kereskedelmi rádióba Majka, egyébként 20 milliós kattintottságot csináló dala? Ezeket az ember soha nem érti. A Petőfi Rádió időnként miért rak be valamit csak azért, mert olyan fiatalos, mikor egyébként rossz, és másokat miért nem rak be, ami a... De hát ezeken az ízléseken nehéz vitatkozni, az biztos, hogy ma Magyarországon még egy félpiaci helyzet működik. A médiapiac mögött ocsmányfarkasként lopózik a politika mindig az erőforrásaival. A másik oldalon a hirdetők és a média viszonya megint csak nagyon kelet-európai, akkor finoman fogalmaztam, nincs egy igazi piac. Nincs igazi piaci helyzet. Igazi piaci helyzet akkor lenne, hogyha van egy átjárhatóság, születik egy dal, az kap egy esélyt, és érzékelhetően mérhető, hogyha az jó volt, akkor szerették. Mivel sem a mérési technikát nem hajlandó ez a közép-európai közeg meglépni, nyilván van azért, hogy ne boruljon az a status quo, ami a hirdetők médiafelületek versenyében most éppen mindenkinek kényelmes. Noha műszakilag, technológiailag rengeteg megoldás lenne arra, ne felejtsük el, 21. században vagyunk az internet világában, hogy egyenként személyesen kimérjük, akár a benzinkútnál is, hogy melyik autó mit hallgat. Abban az esetben, ha lenne egy valódi és reális nézettségmérés, vagy hallgatottságmérés, és egy intenzív és interaktív visszajelzés arról, hogy mi jó és mi tetszik, ebben az esetben gondolom, hogy egészségesebb lenne az átjárhatóság, nyilván betartva bizonyos etikai, meg törvényi kötelezettségeket. Ma még mindig nem azért sikeres egy dal elsősorban, mert jó, színvonalas és érdekes és kreatív, hanem elsősorban azért sikeres, mert megfelelő háttere van. Ez egyébként azért a popzenére mindig jellemző volt, mindig igazságtalan volt, amióta a világ-világ vannak az a zenekarok a garázsban, akik azt mondják, hogy az a személy Rolling Stones, persze őket szarra játsszák, mi meg itten nem vagyunk senki. Emény is igazságtalan terep, de úgy érzem, hogy ebben még lenne Magyarországon hova fejlődni. Valami nagyon áttételesen és nagyon ügyesen kimatekozott fillérrendszer szerint azért vannak a Google-nak és a Facebook-nak és a YouTube-nak olyan amerikai tulajdonosai, akik keresnek vele pénzt. Nem vagyok antikapitalista, meg ilyen globalizáció ellenesen, de hát ezt is lássuk világosan. Ma egy elektromos gitár, egy stúdióban eltöltött óra, egy berendezés, egy mikrofon, vagy egy ember óra, amit az ember alkotással tölt, ugyanannyiba kerül Magyarországon, mint Angliában vagy Amerikában. Az élő koncertre eljönni az egyfajta lehetőség. Éppen nemrég készült el egy zeneipari tanulmány, pár nappal ezelőtt még nem tudtam végigolvasni, de már látszik belőle, hogy tulajdonképpen az egyetlen bevétel forrás az élő zenei koncert maradt, ahol azonban meg az a probléma, hogy nagyon alacsonyak a jegyárak, amit a magyar közösség egyébként bizonyosan érthető okból tolerálni tud. Én azt mondom, hogy sok múlik rajtunk alkotókon is, sok múlik a médián is, de azt gondolom, hogy a magyar közeg és a közönségen is sok múlik. Igenis kell mindenkinek éreznie magában azt a támogatói szemléletet, hogy akkor most megnéztem a YouTube-on, és tetszett a Csimpunk zenekar, és most el fogok menni az A38-ra, vagy a Műpába, vagy a Kobuciba, vagy valahova, és meg fogom venni a jegyet, akár 3000 forintért is, nem csak akkor megyek be, ha 800 forint a jegy, és akkor azt mondom, hogy végül is erre a szórakozó helyre nem elsősorban az unásig ismert sör miatt megyek, hanem emiatt a zenekar miatt. Mi lenne, ha elkezdenék úgy gondolkodni, hogy ha van nálam 5000 forint, akkor nem 800 forint a jegy és a maradék a fogyasztás, hanem mi van, ha 3000 forint a jegy, és akkor meg kevesebbet iszom. Ez egyelőre egy ilyen hiú álló.
Rampolcson úgy lesz, hogy én akarom, kivéve azt, amikor a színpadon állok. A színpadon az ember dolgozik. Én igyekszem soha nem összekeverni ezt a érezzük jól magunkat, és legyen óriási buli, meg azt, hogy dolgozunk. Nekem is pár évbe tellett egyébként, amíg rájöttem arra, hogy a színpadon nem az a dolgunk. Elsősorban mi jól érezzük magunkat, elsősorban a közönség érezze jól magát, és persze szuper, ha mi is jól érezzük magunkat, de ha kettő közül választani kell, akkor inkább a közönség. Úgyhogy nem mondom, hogy nincs bennem stressz, hogy elég feszített program lesz, és elég nehéz lesz például a gyerekprogramot délután csinálni, amiről nem tudjuk, hogy ugye eddig 4 éven át csináltuk zárt helyeken, fixen meghirdetve vasárnap délelőtti kakaó programként, amire eljön egy család, beül, megvárja a végét. Egy ilyen fesztivál hangulatban, amikor szíve joga bárkinek bármikor fölállni, tovább menni, lángost tenni közben, nem tudom, hogy hogy fog működni, de miután az egész úgyis a szabadságról, meg az improvizációról szól, ezért különösebben nem izgulunk, tehát felkészítettük magunkat arra, hogy ez egy ilyen laza átfolyás lesz a színpad és a közönség tér között. Ebben az udvarban örömmel járultam hozzá, hogy a nevem ki legyen írva azért, hogyha ez bárkinek figyelemfelhívóként valamit jelent, akkor vonzom még embereket. Szándékom nem volt ilyen, hogy a nevem ki legyen írva, de én ezt adom ajándékba kvázi az udvarnak, de egyébként a program összeállításában persze Kornél jó barátom, Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra a művészeti vezetője, és persze megvitattunk mindent, nincs semmi olyasmi, ami ellenemre való, de ez alapvetően a Modern Art Orchestra művészeti koncepciója, és erre a zenekarra épül rá. Nagyjából főleg a napközbeni sávban ugyanaz fog történni, azért én is elég erősen építek az improvizációra, a közönséggel való interakcióra. És aztán, ahogy az esti programhoz közeledünk, úgy komolyodik majd be a dolog, de a komoly részére se úgy kell gondolni, hogy riasztó, nyakkendős koncert lesz, hiszen a jazz egyébként eleve a szabadságról, az improvizációról szól. A jazznek ez a műfaja pedig, ez annyira különleges hangzás, hogy biztos vagyok benne, hogy ez meg fog érinteni mindenkit. Igazából a jelenlétünk fő oka, az valójában ez a misszió. Azt gondoljuk, hogy a jazz, és mondjuk a fúvós jazz és a big band muzsika és a big band irodalom, ami a zenetörténetben van, akár a klasszikus jazztől a kortárs zenei ügyekig, az igenis megérdemel egy felkiáltó jelet abban a hatalmas kulturális kínálatban, ami ma a világban van. És ez például tipikusan egy olyan dolog, amit pusztán a YouTube-on nézve nem igazán lehet megérteni. Színházról, operáról, klasszikus zenéről szokták mondani, valószínűleg joggal, hogy azért az élő élmény az egészen más. Ez persze a popzenére is sok esetben igaz, de azért az is igaz, hogy popzenét, elektronikusan kihangosított zenét, filmet, videóklipet inkább lehet az interneten fogyasztani. És nagyon bízunk abban, hogy egyébként az a sok százezer ember, aki kapos, nyilván ezért az élő élményért jár, legyen szó akár színházról, néptáncról, bármiről, gasztronómiáról, ezt meg fogja érinteni egy ilyen elképesztő hangzás, amit egy ilyen zenekar produkálni képes.